dicsőségből dicsérték lehetek köztünk és szolgálatot az Ákán széken. Boldogság van a szívem, nekem is. Szeretlek benneteket, de képzeljétek el, hogy az Úr még ettől sokkal jobban szeretnék. Amen. Drága testvéreim, első körbe abba kezdeném, hogy először szeretném tisztázni a Szent Hármasságot. Mert azt nagyon jól tudjuk, hogy ez a magyar fordítású Károlyi Gáspár Biblia sajnos nem a legszerencsésebb. Mert egyébként más országokban, még a Romániában is Szent Szellem van fordítva, meg különböző országokban mindenhol. Ez a Károlyi Gáspár fordítás sajnos Szent Szellemet fordít. És ez nagyon fontos, az, hogy Szent Szellemet akarunk venni mai nap folyamán, akik még esetleg nem vettek, hogy értsétek, hogy micsoda nagy különbség van szellem és lélek között. Nagyon nagy különbség van. Olyan, mint a lég a föld, olyan nagy a különbség. És mindjárt idével szeretném ezt tartalmazni nektek. Köszönöm, testvérem. Ez már Szent Szellemes Biblia, ez is Károlyi Gáspár fordítás, csak a szeretet Krisztus egyházában kiadták, és ezt tényleg helyre tették. Az Úr dicsőség. Ugye ez már körülbelül 10 éve forgalomban van. És szeretném mindjárt mondani az ige helyet, amivel csak egy két igével ezt alátámasztva, és a Szent Szellemről beszélünk, de ez fontos, hogy szép válasz. Mert a Szent Szellemnek a tüzét tudjuk venni. A Szent Szellem által tudsz beszélni nyelveken, és így tovább. Figyeljetek, azt mondja a... igen. 1 János 5:6-ra. 1 János első levele, 5. fejezet, 6-os, 7-es, 8-as igeverset felolvasom. Figyeljetek, testvérek! Az ő, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus, nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel és szellemmel. Az, aki bizonyságot tesz, mert szellem az igazság. Szóval figyeljetek, testvérem! Itt beszélünk a vízről. A víz a mi testünket, orvosok is leigazolják, 80-90%-a víz a mi testünk. Annak is újjá kell születni, tudjuk a Nikodémus tanításairól, oda nem lapozok, mindjárt hiszem, hogy tudjátok is. És vérre, a vérben székelye a lélek. A vérben, ez több igenre egy komoly tanítása, most arra idő nincsen, csak szeretném szétválasztani, hogy a lélek az a vérben székhelyen. És le kell tenni a lelkünket, azon jó a fordítás, mikor azt olvasod, hogy Jézus Krisztusért tedd le a te lelkedet, meghalsz, de élni fogsz. Mert az életedet adtad, Jézusért. És jössz akkor majd Úr Jézus Krisztussal, mikor jön vissza a földre, együtt királkodni. Azok, akik a lelküket, életüket adták érte. És nagyon jól tudjátok, hogy mindig vér által volt a bűn megbocsátás. A Mózes időszakban is, akkor egy kecskének kellett elvágni a nyakát, ugye? És ráolvasták a bűneit egy másik kecskének, ott azt belegerték a pusztába. Azt egy évig rendben voltak, de ez minden évben meg kellett csinálni. Jött Úr Jézus Krisztus, egyszer rontottak ki a drága vérét, a mi főpásztorunk, a lelkét adta érte, lelkét, az életét, a vérét. Szóval a vérben székhelyel a lelkünk. És van az ellenünk. Olvasom ezt az igét tovább. Figyeljetek! Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. Figyeljet, hárman. Hárman. Mennyben az Atya, az Ige és a Szent Szellem, és ez a három egy. Hát hogyan? Mert az Atyából van mind. Atyából van Úr Jézus Krisztus egyszülött fia, így mondja szó szerint az Ige. És Jézus Krisztus azt mondta a tanítványainak, ne menjetek sehova se. Ez voltak az utolsó szavai. Várjátok meg, jobban jártok, én fölmegyek a mennyei Atya mellé, és ott csinálom a helyet nektek, hogy ti is ott legyetek. Amen. De vegyétek a Szent Szellemet, addig sehova ne menjetek. Ez a Péter is elárulta Jézus Krisztus, mert még nem volt akkor benne a Szent Szellem. Mert a Szent Szellemmel jön a tűz, Szent Szellemmel jön a szeretet, Szent Szellemben van a bátorság.
A lelkedben nincsen. Bezolnak, ott már remegsz. Ez a lelki dolog. Ismerősen, még mikor nem mondtunk keresztények. Hó, jött három rendőr, aminnyel megijedtünk. Zentszerembe betöltekedett ember, semmi tőse pénz. Mint Pál apostol mondta, nekem nyereség a halál, de ti érettetek, még itt kell lennem. Ismeritek az igényt. Figyeljetek, Zentszerem ilyen pontos. És ez a három, Jézus elmondta, hogy a Zentszerembe mindig elküldi, itt lesz köztünk. Most is itt van. Az, hogy a kettő-hárman összejöttök nevembe, én ott vagyok. Amen. A Szent Szellem. És akkor a befogadó imát elmondjuk, a Szent Szellem költözik a szívedbe. De a szívednek az ajtaját te nyitod ki, mert szabad akaratot kaptok. Aki bezárkózik, nem megy be a Szent Szellem. Miért? Mert az mondja Jézus, a szíved ajtajánál kopogtatok, engedj be! Azt te engedett be. Így hátradőlt keresztények, akik vannak, ó, Uram, te tudod, ha te tudod, Uram, add meg a pöncsír, mert ehhez te is kell lesz. Az Úr csak akkor tud az életedbe bevenni, ha te is akarod, mert ő nem fog téged megerőszakolni, mert ő úriember. Tudod, ki menj be az életedbe kopogás nélkül? Az ördög. Egy rossz gondolat, pupajtó nyitva, be van az életedbe. Figyeljetek. Nyolcas ige verset is elolvasom. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a Földön. Szellem, víz, vér, és ez a három egy. Nekünk is egynek kell lenni. Figyeljétek? Még egyszer. Szellem, vér, az a lélek, víz, az a tepes. De mikor már Szent Szellem vezet téged, nem vagy testi keresztény, ez a újjászületés. És most ezért beszélünk erről, mert a mai nap is ugye itt vagyunk, és dicsőség az Úr, és a pünkös dalkarmát üljük meg. És mi van az emberben is? Oda lapoztam a 2. tesztonikai levélhez, 5. fejezet 23-as ige verséhez. Figyelj! Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket, mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek, testetek fedhetetlenül őriztessék be a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Hallottátok? A szellem. Ha már szellemet befogadod, ez a könnyebbik helyzet, mert az Úr megpecsétel. És megtisztítja, ez a könnyebbik helyzet. Jön a lélek, csak besértődés, lelki sérülés, lelki kívánalmat, testnek a kívánságát a lélek szolgálja ki, ez már nekünk kell legyűrni. Mert leírja 1 Péter 1.9. Mert is tudom, nem is lapodok oda, mondom nektek. Azért kell hitre jutnunk, hogy a lelkünk is üdvösséget nyerjen. Értitek a nagy különbséget, testvéreim? És itt meg azt mondja az ige, figyelj, csak jön Jézus majd, minek kell itt rendbe lenni. Az egész, mindenestől a ti egész valótok, szellemetek, lelketek, testetek, fedhetetlenül őriztessétek meg. Magyarul, makulátlanul kell megállnunk majd Úr Jézus előtt. Ezért munkálkodunk, ezért jövünk össze az Isten tiszteleten is. Mikor egy Szent Szellem fölhozza a bűnt, azt hozza föl a Szent Szellem. Nem például a lélek nem fogja fölhozni, mert azt az ördög nagyon tudja kormányozni, a lelket. Mert ugye a lelki sérüléseken keresztül tud az ördög berongyolni. Ha nem fogja mondani neked, de a Szent Szellem ő tudja hozni. Akár egy ige hirdetésnél, vagy mikor a Szent Szellem jelenléte valakire ráárad, vagy akár egy igét tanulmányozó, és megüti a szívet. Az meg. És akkor az réma lesz neked, és így jelenti a Szent Szellem, hogy azon a területen még nem vagy rendben. Akkor jön a bűnmegvallás, kidobod az életedből, mész tovább. Figyeljetek! És most akkor ugye a mai nap folyamán itt vagyunk a pünkös dalkarmában. Mit csináltak az apostolok? Nekünk ugyanazt kell tenni, mert tudjuk, hogy Úr Jézus Krisztus először követői voltak, aztán tanulók voltak, Jézus aztán barátoknak hívta őket, és a végén apostolok voltak. Az apostolok. Na de mit csináltak ők? Mert a mi okulásunkra írott a Szentírás. A mai napon is nekünk ezt kell tenni. Figyeljetek! Fölolvasom.
parancsolatot adok a Szent Szellem által. Nem lélek által, Szent Szellem által. Apostoloknak, akiket választok magának. Ugye itt egyértelműen tudjuk, meg az igéből máshol is, hogy apostolokat csak Isten válaszol ki. Ember nem ütett bő senkit apostola, ilyen nincsen. De csinálják itt Magyarországon, ez így történt, most már a sok pásztorba apostol lett. De ők egymást ütötték. Persze nem tetszik nekik ez a tanítás, de az igazság ez. Pál apostol minden levelét ahol kezd engemet az Úr kerítünk. És apostol csak Isten válaszol. Embereket. Különböző presbiter, stb. Na, pásztor, a velő, fölötti, stb. Ez működik, szent irány. De apostol csak az Úr válaszol ki, figyeljetek! Ötös igevers, első fejezet, ötös igevers. Hogy János ugye a vízzel keresztelti alomnak, Szent Szellem által fogtok megkeresztelni, nem sok nap múlva. És megvárták ezek. Szent Szellem keressége. Ha nincs Szent Szellem keresség, a testünket hiába folytjuk le. Nekem van az ismerősöm, aki lepojtja, egy jó teszik 12 éve keresztény, és mondja, úgy rágyújtam egy cigarettán. De megfojtja a testét, nem gyújt rá, le a kalappa előtte, de a szellemiség, a cigaretta szellemiség ott van, mert szabadító szolgálat nincs, és így van a Szent Szellem, aki kilökje a mennyi, mert azt tisztítja a mi edényeink. Szent-szent. Ha azt beengeded a szépen, az ő hozza a te bűneidet. Hát aztán te takargatod, az nem jó. Meg kell vallani, azt mész tovább. Ez egy folyamatos tisztulás. Hiszen Pál apostolt Jézus Krisztus érintette meg, mindjárt tudjuk. És a Pál apostol maga elmondja, hogy szellemben tudom, hogy bűn, de még az zsigereimben benne van a bűn, és elkövetem. Még őnek is meg kellett ezt a hitnemes arcát küzdeni, annak ellenére, hogy Jézus Kentepől nem a Józsi bácsi. Na, de van különbség. Igaz? Egyetértek. És még ő is végig járt ezt a hitnemes arcát. És ez csak Szent Szellem által ment. És figyeljetek, megyek tovább. Azt mondja a következőket. Hanem vesztek előtt, minek utána a Szent Szellem eljöjjátok, lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, Szamáriában, és a földnek minden végső határáig. A Szent Szellemi erő csak Szent Szellem által jön. Olyan lesz, mint a beton, mint a bulldozer. Legyőz a falnak, puf, nem volt jó, fölállt, mész tovább. Nem bírnak lekötözni téged, a Szent Szelleme betölteket. Nincs ember, aki téged megáll. Mint ahogy a pálapostolokat csábította le senki, mit mondtak ismeritek az igét, milyen hatalommal cselekszitek ti ezt? Ha le voltak több ember, Jézusnál is, de az összes apostolnál is, milyen hatalommal? A Szent Szellem hatalmával, testvérem. Ezért mondja a Galata 1.15, ha embereknek akarnák tetszeni, bizonyára Jézus szolgálja nem lehetnék. Mert van, akinek ez azt mondja, ó, ez olyan kemény ige volt, nem tudom, mit ő kemény le van írva, nekem nem kemény nektek. Igaz, hogy ez kenyér, ez nem tej, amit most itt tanítunk. De ennek ez a lényege, hogy Szent Szellem által vegyük a hatalmat erőt, és ennek keresztül jön a szeretet is. Kikerülhetetlen. Mert a Biblia több helyen leírja, hogy van hamis szeretet. Ha nincs ott a Szent Szellem, az csak hamis lehet. A lelki szeretet, az csak hamis. Szeretem a testvéremet, mindannyiunk velem szól. És besértődsz. Igaz? Bevágsz rá, volt már ilyen nektek? Nekem sok. Mi az egyszeremet nem ismertem, meg én is ugyanolyan testi, lelki keresztény voltam, mint sok más. Figyeljetek! Atyám, fiai, férfiak! Szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendőlt a Szent Szellem által, Dávid szája által, Júdás előtt, aki vezetőjük lett azokban, akik elfogták Jézust. Ez is Szent Szellem által jelentette ki Isten Dávidnak. Szóval te csak Szent Szellem által tudsz beszélgetni. A Szent Szellemen keresztül tudod venni az Isten arra, amit mond neked. Megnyitja a szállat. Ha nincs Szent Szellem, akkor az ördöggel beszélgetni. Annak ellenére, hogy olyan proféciák vannak, hogy igaz.
mert az ördög is tudja igazságot szólni. Mint Pál apostolék fölismerték, hogy az információ, amint jött a varázsló előttől, mikor mondta előttük jár, hogy az Istenek szent emberé, hallgassátok őket, igazságot beszélünk. De az ördögnek a szakmunkása volt. De mit mond az ige? Pál fölismerte, milyen forrásból jön és kilűzte belőle. Mindjárt megműködött neki. Értitek? De a Szent Szellemben van, akkor a Szent Szellem dolgokat kijelent neked. Szent Szellem nélkül nincs is üdvösségük. Szóval nagyon-nagyon pontos. És ugye ők a pünkös alkalmával, hogy az ige is leírja, figyelj. És mikor pünkös napja eljött, mindjárt egy akaratta együtt van. Halleluja, dicsőség az Úr! Mind ma most! Most! Mind! Így van. Igaz. Nagy dolgot akar az Úr! A mai nap folyamán cselekedni az életünk. Amen. Minden egy nap. Egy akaratta. De most még a pünkös alkalma még ráadásul, dicsőség az Úr! Halleluja, figyeljetek! A fejezet, második fejezet, négyes ige verse, hogy utána tudjatok nézni. Szeretem innét olvasni, és akkor nem kell hozzátenni, és elvenni. Ez a tuti. Azt mondja, és megtelének mindjárt a Szent Szelleme, vigyel, megteltek. Az edény megtelt, a kólás edény, ezt múltkor hallottátok tőle. A kólás edény az mi vagyunk, mikor befogadjuk az Urat elsőre, aztán benne van az a pegyetelőcs, azt kikövönteni, az az ördög, aztán jön helyett a szint tiszta forrás a Szent Szellem. Na ezek néma megtörtént, mert itt mondja, hogy megteltek, figyelj. És megtelének mindjárt a Szent Szelleme, és kezdének szólni már nyelveke, mert a Szellem adta nekik a szót. A szájukba. Amen. Testvérek, már én több éves keresztény voltam, emberek tértek meg, mert minden, meg voltam keresztelkedve, meg bűnvallás is tettem, mert még volt bűn az életemben, nem tudtam nyelveken beszélni. De annak ellenére lüktetős voltam, már ott volt a tűz, de még nem volt gömbő minden. És vágyódásom volt, és az Úrnak megvallottam bűneimet. Mert olyan súlyos bűneim voltak, hogy ember nem bírta kihűzni. Hát nem volt rá hatalmunk, nem bántam őket. De böjtöltem, Úr elé mentem, és megszabadított engemet. És akkor az Úr kijelentette nekem Szent Szellem által, menjek el az evangélista iskolába. Mondom, Uram, én azt már elvégeztem, minek menjek? Menjél csak, honnan menjek jobban? És képzeljétek el, ott az a tanár akkor, tanár egy apostoló, pont az egyszerűen vételéről tanítottak, ott ottam már, mi vagyok ott. Nyugodt voltam. És akkor végén, mikor tanított, azt mondta, aki nem beszél nyelveken. Föltettem én, szóval ti mit esett? Mert tértek meg az emberek, meg ha meg nem mondták volna róla, én sem beszéltem még. Mert még bűn volt az ördög, lefogta a szám. Nem bírtam nyelveket elindulni. Na akkor gyere ki te is. És akkor ott a kezünket ennek lámpakóták, olajjal megkentek, és megerett a nyelvem, hallott a dicsőség az Úr is szeret. Nyelveken beszélek. És erre nagyon nagy szükség van, mert Isten Szellem majd most mindjárt igébe fogom alátámasztani. És csak akkor tudod az ő hangját hallani. Ha lelki vagy, nem tudod hallani. A te soha nem fogja hallani Istenek a hangját. Ez az Ádám idejében volt, ők beszélgettek vele, tudjátok az igét. Beszélgettek. Az rendesen ingyen. Na de akkor nem volt ott a Szent Szellem, csak speciálisan a prófétáknak, meg ezeknek. De most ki van árasztva? Itt van most is köztünk. Hát csak elkövennünk hittel, hatalommal. Értitek? És ez pont ez a mai nap, ennek igen nagy alkalma. És az Úr szeretné, hogy mindnyájan gyermeket beszéljetek kivétel nélkül. Olyan tűz lesz a gyülekezetben, nem is tudom, hol volt ez valahol a külpöldön, fölgyulladt az épület. Komolyan mondom, a tűz volt. Képzeljétek el. Azt mondja az ige, ezekről az apostolokról, ezek mikor együtt imádkoztak, olyan erő volt, nem mertek közéjük lenni. Jó testvére? Hát nekünk ilyenek kell lenni. Higgyetek, figyelek és leszünk. Menjünk, mint a bulldozer. Nem érdekel minket semmi se csak. Úr dicsőségére. Dicsőség az Úr, halleluja. Na vigyeljetek, az mondja, itt mindjárt vették a Szent Szellemet és nyelvekkel szóltak. Ez az első jele neki, a betöltekedésnek. Folytatom a 17-es ige verset. És részen az utolsó napokban, ezt mondja Isten,
Kitöltök az én szellememből minden testben. Profétálnak a fiaitok és lányaitok. Ez ki van töltve. Utolsó időket nagyon erősen éljük. Most ebben nem akarok belefogni. De nagyon erősen. És ki van töltve a Szent Szellem által a profétálás szellemisége. Csak az ige azt is írja, nagyon sok a hamis proféta, vigyázzatok. Na vigyázzatok, mert ebből van nagyon sok az igazból, meg nagyon kevés. Ritka, mint a fehér orló. Jön külföldre ugyanazt egymást ismételgetni, és megy szembe az írásokkal. Profétát hárman ismételjátok meg, majd utána szóljon. Figyeljetek. Itt van a Szent Szellem, megyek tovább. Dicsőség. 38-as ige verset olvasom, ami ezt mondja. Péter pedig mondta nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek el mindnyájan, Jézus Krisztus nevében, bűnöttek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékait. Amen. Ingyen azt adjátok. Ő alig várja, hogy oda tudja adni. De itt van elhangzott, bűnöket el kell hagyni, mert az egy koszos edényben az a Szent Szellem nem lakozik. Koszos edényben tudom. És volt nekünk van esetünk neve, ment a dicsőítés, az itt egy roma gyülekezetnél volt szolgáltunk, hát már álltunk oda rendszeresen. Úgy ez állt a Szent Szellem testvérem, jöttek azt a bűneiket, vallották meg. Ha nem is beszéltem róla. De úgy megérintett a szívét. Mikor a szívedet megérint a Szent Szellem, akkor már nem akarod takargatni. Nem érdekel, hogy ki hallja, ki nem, lököd ki magadból. És ez a szabadulás. És az igazság szabaddá tett. De ki adja az igazságot a Szent Szellem. És akkor ma olyan szeretet jön belé, hogy nem abban foglalkozom, mit mondott a szomszéd, meg leköptek, meg mit csináltak, ha sajnálod őket, mert nagy szeretet van benne, és tudsz érte imádkozni. És őt is megnyerted. És a Szent Szellem nélkül nem megy. Igazán a Szent Szellem nélkül nagyon nehéz szolgálni. A elég izzadság szorult. A Szent Szellem által nélküli szolgálat. Igen. Ott a nagy izzadások. Figyeljetek, dicsőség az Úré. Az Isten nagyon szeret benneteket, mindnyájunkat. Tudom, hogy ebben nem mondok újat. De most azt akar, hogy mindenkit öltek eszembe. A mai nap folyamán. Szent Szellem. És én hiszem, hogy be is fogtok. Figyeljetek! Elolvasom a harmadik fejezet, 6-os, 7-es, 8-as ige versét. Péter pedig mondta, miután Szent Szellemre be volt töltekedve, ezüstöm aranyom nincs nekem, hanem amin van, azt adom néked, názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel az járt. Mert a Szent Szellem, amikor rászólsz az ördögre, az ki kell, hogy takarodjon az életedből. De úgy, hogy nem petrengesz meg üvöltözön, hát Jézusnál sem volt ilyen. Egyetlen egy volt Jeruzsálembe, fölkiabált a dörgök, azt mondta, némulj-e, kivész belőle. És mi ment. Mert nagyobb az, aki bennünk van. És mi a bátorság szellemét kaptuk, nem a meghátrálás, nem a félelem szellemét. Bátorság szellemét. Ez a Szent Szellem, onnéltól nem fog érdekelni téged semmi, csak Isten. Hogy a szolgál. Szent Szellem által. És akkor fog működni a gyógyítás is, mert az ördögöt Szent Szellem által űzöd ki. Dicsőség az Úr. Egy nyöszörgő ima ezt nem fogja megoldani. Úrral, menj már ki belőle, nem. Ez egy komoly nemes harca, amit meg kell hívni az ördögöt megkötödni, és takarodik kifelé a teljedényedbe Jézus nevében. Kész, nincs mi üvezés. Mert nagyobb az, aki bennünk. És akkor jobb kedénél fogva, ugye felemelni, azonnal megerősödik, és a lábhaj a bokáira állt. És ilyen esetük volt, mikor a tolókocsi klub fölállt. 40 éves ember, cumizott még, annyira elmaradott volt, képzeld el, szülők halmaz bűnve, parázdaság bűne, minden. És ment a nagy hima, meg minden, figyelj, a tolókocsiból felállt, csak a kezét fogtuk, az mind ide az ajtó szépen elsétált. Vissza a tolókocsiból. Elmagyaráztuk a szülőknek, a bűnből ki kéne jönni. Mikor egyet kihajtom, kinyitom az ajtót, de utána becsukom, ne jöjjön vissza, igaz? A bűnnél is így van,
megvallottad, ki van űzve, Szent Szellem jöjjön helyette, az ajtó becsukva, magyarul a bűn előtt becsukod. Nem továbbra is bűnben élek, akkor visszajön a hét gonosza, és biztos van olyan testvéretek, aki a sárga pőri lehúzta már dörtök. Szerintem van ilyen ismerős a többen. És keresztnék volt valamikor. Azért, mert ezeket nem úgy csináltam. Figyelj elő, a Szent Szellem milyen fontos. Szent Szellem nélkül nem lehet élni, Szent Szellem nélkül nem ismered meg Isten, Szent Szellem nélkül nincs üdvösségünk. Figyeljetek. Oda megyek, felolvasom ezt az igét. János evangéliuma, 4. fejezet, 24. verse. Ezt figyeld, milyen komoly, mint az összes többi. János így jutott, nagyon jó mindenki. Hát nagyon szeretem én ezt a Bibliát lapozgatni, ahogy úgy jön. Felolvasom 4.24. Ezt mondja, figyelj, Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben, igazságban nimad. Szellemben, testvérem, nem testben, nyöszöröketünk reggeltől estig, az Úr nem is hallja, mert az nem az ellen. Értitek? Annyi mentő ima van, hogy fáj a szívem. Főleg most nem akarom bántani, de ki kell mondani, és ki is mondom. A baptisták, valaki megtér, mindjárt víz alá tolják őt. Amit ő veszi a Szent Szellemet, attól, hogy víz alá tolja, nem attól veszi. Add már, amikor a testedet leteszed és megöltöklöd, akkor megyünk a víz alá. És a Szent Szellemet meg se ismerték. Értitek? Reformátusok meg éppen nem merítenek be. Ez is pontos, meg azt sem csatod el. Mind a kettő fontos. Értitek? És akkor csodálkoznak, hogy nincs Szent Szellem, csodálkoznak, hogy ott 20 év eltelt, nem volt gyógyulás, amikor jártam az imádságba, a közösségükbe, annak meggyógyult az anya rákos betege, a gyerek ezt mondta múltkor, szerintem nektek itt volt össze a keze, ez pont az volt. Imádkoztuk, ott kinyújtott a kezét, ami így volt összekorva. Ötmet húgott. Hát ez Szent Szellem által volt. És kiűztem az ördögöt belőle. Szent Szellem által, nem a testem által. Hát vigyel, Szent Szellem nincs, akkor ki a fátok, akkor csak jó erős állam. De a Szent Szellem meg is ott kell lenni, dicsőség az Úr. Figyeljetek! Itt egyértelműen leírja az ige, hogy szükséges, hogy szellemben imádjuk őt. Szellemi imádság. Mi a szellemi imádság? Nyelveken való beszéd. Nyelveken való beszéd. És a mai nap folyamán fogunk is. Azért, hogy aki még nem beszél, tudja elvenni. Hittel. Mert Isten már rég kiöntötte. Csak el kell venni. És a te épülésed még nagyobb lesz, ha Szent Szellemmel betöltekedek. Mert amikor Szent Szellemmel beszélsz, te ugyan nem érted, de közvetlen Istennel beszélsz. És az ördög se érti, nem tud rájönni az imád. Halleluja! Halleluja! És akkor azt sem tudod, hogy mit imádkozol, ha mindaddig még az Úr aztán esetleg a nyelveken való beszédet is megadja. Könyörögni kell érte, mert ingyen osztogatja. Ilyen jó a mi Urunkám. Az ingyen aztán nyomja nekünk, csak bírjuk elvenni, dicsőség az övé. Figyeljetek, 1 Tesztonika 5.19-re odalapozok. 1 Tesztonika 5.19. Halleluja, dicsőség, tiéd Uram. 1 Tesztonika 19. Segítsetek már, köszönöm. Olvasom. Mit mond erre az igen? 15-től olvasom. 14-től. Kérünk tovább a titeket, atyám fiai. Intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a kisítőeket, gyámolítsátok az erőteneket, türelmesek legyetek mindenkire. Szóval aki maga alapban nincs itt, azt bemenni ki hóna alá, nyúlni, dobni őte, fölfelé. Az előjáró, az előjáró, előtted jár. És oda téged, bőhúzol, ő van. Dicsőség az Úr. Aztán majd őt is emeli. Az Úr ám nehogy az itt ott leragad. És ez kötelességünk. A hitet emeli. De a hited is akkor lesz erőteljes,
ha Szent Szellem által van, hittel, hatalommal kiszólod, hittel imádkozol a betegét, onnéttól már csak az ő hite kell, hogy ott legyen. És ott a gyógyulás. Ha van akinek egy hétkő, van akinek kettő, ha van akinek többször is kell imádkozni. Mert nincs ott a hit. Vagy pedig bűnöket takargat. Ilyen is. Figyeljetek, szóval vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszal ne büzesse, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Ez csak Szent Szellem által tudod megtenni, hogy valaki tücsköd bogarat szól rád, és be szeretette imádkozó érte. És magadat, és őt is megjeled az Úr. Mert azt mondja, a haragosod és imádkozzál. Figyelj, ha nincs ott a Szent Szellem, nem tudsz a haragosra imádkozni. Én tudom, én is keletű vettem. Uram, te mondod, hogy a haragosom, én Uram, én megállatom őtet. Tudod, de tudod, hogy mit csinált velem, és nem volt igaza. Hú, ment a még a lázadásért bennem. Én imádkoztam. Ha de lelki volt és test, nem is történt semmi. Aztán, amikor a Szent Szelleme már sikerült betörekednem az Úr dicsőségét, oda mentem, ahhoz az ember úgy megölelgettem, hogy elolvadt, és szégyeli magát, mert neki kellett volna igazán bocsánatot kérni. Most nem mondom, hogy mi történt. De én mentem el. És így egy olyan vágyódás volt bennem, csak azért bementem egy budapesti összejövetelre, megölelgetessem őket. És az egy olyan ölelés volt, ahol, mint mit tudom, külföldön volna kint a testvéred 5 éve, vagy a fiad alig váladná, hogy magadhoz öleli. Igaz? Meg is jó. Dicsőség az Úr. És Szent Szellem által, az Úr szeretete. Akkor van igazi szeretet, és a szeretet mindent legyőz. Halleluja. És volt esetem, már meséltem itt mutkattól, szóljatok rám, mert egy roma testvér így volt, és ölelgettem, hogy 5 vagy 10 percen kellett egy evangelizációs alkalom volt, egy roma negyedben voltunk. 10 perc után letette a kezét, csak annyit mondtam, az Úr szeret tégedet. Mondom, be akar állítani a munkába. És visszaöle. És ebből a szeretet, de figyelj, az ellenség kiment belőle, minden így volt. Mondom, az Úr a munkába be fog állítani téged. Egy hónapon nálunk konferencia volt, meghívtam az egész csapatot, a pásztort, meg a gyülekezetüket. És jött oda a roma testvér, azt mondja, igazad volt testvérem. Mondom, mi történt? Ott a roma telepen 38 embert megtérített egy hónapon. Halleluja. Na, és a szeretet győzött. Egy kulcsember volt. De ezt mind a Szent Szellem csinálja. Szent Szellem nélkül nincsen. Nem úgy sikerül valami, hanem mindjárt magad alámész. A lelki. És akkor még jön az ördög is, a lelki, vagy még mondja, hogy mit akarsz, maradj ott, üljél valamnak, maradj csöndben. Nem, ha mindenki ajándékot kapott, az Úr azt akarja, hogy szolgáljon ki kezembe. És azt mondja, mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarat a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A Szent Szellemet ki ne hordjátok. Figyelmeztet minket Isten. Mi nem kioltani akarjuk, hanem most venni. Bele vagytok? Amen. Ebben a Szent Szellem. Ki nem vezényel nekem? Telje fel a kedét bátran, ne szégyen. Jó. Hogy a testvérünk mondta, most azt fogjuk csinálni, hogy megy a dicsőítés, és mindenki keressen párt, aki most föltette a kezét, de mindenki, ha valaki beszél is Szent Szellem által, de bűnbe leledezik, az oltogatja kifelé a Szent Szellemet. Egy párt keresel, és megvallod neki a bűneidet. Most nem abban foglalkozunk. Azt mondja a Szentírás, valljátok meg egymásnak bűneiteket. Hogy ne közösen csináljuk, meg hogy ez gyorsan is menjen, megy majd a dicsőítés, és egy pár keresel, és elmondod a bűneit neki. Utána végén a bűnöket megkötözzük, kiküldjük az életetekből, tiszta legyen az edény, és fogunk imádkozni, aki beszél nyelveken, így szépen sorbálunk, olajjal meg lesztek kenve, és imádkozunk. Nyelveken, és ti is fogtok nyelveken beszélni. Mert a hitette átvezet. Hiszel? Dicsőség a dolgunk.
Nagy áldás lesz, az egész gyülekezet számára áldások lesznek, de saját magatoknak is, meg a hálad népének is. Amen. Ha te ezt elveszed. Mert mikor nyelveken beszélsz, az Úr kijelent dokumat. Akár emberekről, vagy akár bármit, amit ki kell, hogy jelentse. És Szent Szellem által tudott hallgatni az Urat. Mert is Szent Szellem, hallottátok itt az igében, és ő csak a szellemeddel tud beszélgetni. A lelkeddel nem. Értitek? És itt ki lesz zárva az ördög, itt a Szent Szellem fog motiválni. Benne vagytok ebben, ez a mai nap. Dicsőség az Úrnak. Nyelveken fogtok beszélni. Ha higgyétek el, hittemes harcát vívjátok meg. Hidd nélkül semmi így. Elment a százados Úr Jézus Krisztushoz, és mondta, Uram, a beteg a házam népe, jaj, de ne gyere az én házamban, nem vagyok én erre méltó. Elég, ha csak azonnal gyógyuljanak meg, és meggyógyulnak. Ott a szoktít, ugye? Miért, mert alázatosság volt, őnek is volt fölöttese, alázatosságban volt tartva, őnek is volt, és tudta, hogy ennek szopogatnak. De valaki volt katona, azt tudja, nem? Vissza kalapbíróságra, mert nem végezte be a parancsolatot. Na ő ezt tudta. És tudta, hogy Jézus is alávetett ebben. Menjél az alá. Amen. És ilyen hittel ment oda. És mit mondott neki? Ha legyen a hited szerint. Amen. És mit mondott, igen? Az egész háza népe megmenekült a dövhit által. Amen. És írja az igen, te onnét tudott te ember, Pérpi hölgyre is mondja, hogy te megmented a hitetlen feleségedet? Vagy a hitetlen férjedet? Szent Szellem áll. Ha te hiszel az Úr, bacsony az Úr, jól van engemet szolgáltál, jöhet a feleséged is, meg a gyerekek is, ad jöjjön. Ilyen jó az Úr, ne vagy jó a Szent Írásban. Úgyhogy minden véleképpen a nyelvekkel, hogy tudjunk beszélni, az a Szent Szellem által való betöltekezés. El tudjátok ezt hitte venni? Amen. Így ahogy van, dicsőség az Úr, akkor fognak is nyelveken beszélni. Amen. Ez így érdek el, ugyanez volt nálunk, két testvére imádkoztunk, volt egy pásztor testvér, meg én, és ott is sorbáltak, hárman, négyen elkezdtek. Vagy volt egy szabadító szolgálat, a testvérünk, a szabadító szolgálatot befejeztük, imádkoztunk, és ő is elkezdett gyermeket beszélni. Ennek ez a folyamat, ezt most elveszítek. Ezt csak el kell venni, Isten már rég kiárasztotta, hallottátok? Adja, még az ajándékot fölolvasom nektek, csak hogy ebben erősítsenek benneteket. Hogy nagyon-nagyon fontos, és az Úr ingyen osztogatja. Alig várja, már oda tudja adni neked. Higgyétek ezt el, itt leírja. És most felolvasom a Korintus 1 Korintus leléből, 12-es fejezet itt az ajándékokról ír. Mit mond? Jézus Úrnak mondani, csak Szent Szellem által lehet. Szellemi ajándékokra nézve pedig, nem akarom, atyámpiai, hogy tudatlanok legyetek. Nagyon fontos. Nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettek néma bálványokhoz. Azért tudtokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottan, senki sem mondhatja Úrnak Jézus, hanem csak Szent Szellem által. Amen. Kegyelmi ajándékokban pedig különbségek vannak. De ugyanaz a szellem osztogatja. A mindannyi pősorolja. Az a szolgálatban is különbség van. De ugyanaz az Úr. Egy ugyanaz. Mindenkinek azonban épülésére adatik szellemeknek kijelentése. Épülés, hogy a te edényed épüljön, és te általad épüljön a gyülekezet, és így tovább. Úr Jézus Krisztus testében mindjárt egyek vagyunk. Amen. Tele vagytok pakolva különböző ajándékokkal, és beleállt az ajándékodba. És mérsz, és cselekszed, a pásztor meg nem győzi tanítani. Toljátok bevelé, ezt egy cég tanítottál az evangélistának. Kimennek az erdőből, becsalják a medvét. Ha beszalad a gyülekezetbe, na pásztor kezdjél vele valamit, ő nem tudom. Értitek? De itt emélik össze az ajándék. Az evangélista megy és ezerre tolja be a gyülekezetbe utána. Azt
aztán majd a pásztor intézi a többi. Aztán van gyógyító, mindenik fősorolja, és ez így működik, és az utolsó időkre Isten ezt akarja. Figyeljétek, az igedi apostolokat Isten már készíti bőn. Ők tudják már magukról. Csak még a tömeg nem tudja. Mert akik mostan vannak, azok egymást mutatték, és az nem ember, hanem Isten fogja az apostolokat kiválasztani. Ő már kis válaszol. Mindeneknek azokban épülésre adatik a Szent Szellem kijelentése. Szent Szellem ajándéka, hogy némelyik ugyan bölcsességnek szava adatik Szellem által. Másik pedig ismeret szava ugyanaz a Szellem által. Egynek hit ugyanaz a Szellem által. Pedig a gyógyítás ajándéka azon egy Szellem által. Kinek mi az ajándéka, de Isten gondoskodik róla, minden ajándék benne legyen a gyülekezetben. De ez csak Szent Szellem által tud megnyilvánulni. Ha nem, akkor szuknyad csak. Az ajándék. Mert az ajándékot leszületésed pillanatában az Úr adta. Az ott van benned. Az már nem kökélve. De te kérheted, mert az Úr két kézzel osztogatja és ingyen. Ha még küzdeni se kell érte. Némelyik csodatévő előttek munkái, némelyik megprofétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése. Megkülönbözteti, milyen szellem van benned. Ez dicsőség az Úr, ezt megtalálom. Sokkal beszélgetek, és már tudom, milyen szellem van. Azt is tudom, hogy melyik, milyen bűn van benne. Mert az Isten dicsősége. Mert én sok szabadító szolgálatot csinálok, és jön, de idáig még mindig megvallottam. Bárki volt. Volt, leültem vele, már tudtam, hogy homoszexuálitás van az életem. Leültem vele, most nemrég volt szabadító szolgálat, hogy hivatásos parázna nővel él. És tudta, megvallotta magától is. De én már tudtam, még mielőtt meg nem vallotta volna. És itt van másoknak nyelvek nemei, másoknak pedig a nyelveken való magyarázás. Mind ezeket egy ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amit akarja. És lehet kérni dicsőséget. Amen. 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 Dicsőséget. Akkor ebben mondtok el. Akkor most megy a dicsőítés. Jó. És a dicsőítés alatt mindenki keresen egy pátyát. És nem fogd vissza magad. Amit a Szent Szellem fölhoz bűnt az edényedbe, az vald meg valamelyik testvéred. Aki szimpatikus, menj oda, álljatok párma, valljátok meg, és utána megállunk a dicsőítéssel, és akik nyelveken beszélnek, együtt búgunk értetek imádkozni, olajra megkenjük a szátokat, hogy az ördög levegyen oda. Mert az kötöti meg a nyelveteket, és ezért nem működik. Dicsőség az Úr! Dicsőség! A dicsőítés! Halleluja! Tudjátok, hogy miért jó éjszaka imádkozni? Igen. Na, gondoljatok bele, miért jó? Miért jó dolog éjszaka imádkozni? Ha megnézitek magatokat, mit látok? Tényleg. Testet. De a szellem? Szellemet fog megújulni. Ez a cél. Dicsőség az Isten. Engedjétek meg egy pár buzdítást még, jó, amielőtt hozzáfogtok a bűn megvalláshoz. Nagyon-nagyon fontos, hogy sokszor gondolkodnak úgy az emberek, keresztények, hogy én megkeresztelkedtem, és itt minden rendben van. A Biblia két keresztelkedésről beszél. És aki mind a kettőn átment, az a keresztény ember. Az egyik az a víztől, és a másik a lélektől. Több helyen mondja is az ige. Már Keresztelő János is beszél erről, hogy én vízzel keresztellek, de én utána van, aki szemszerekkel és tűzzel fogok benneteket. Én azt kívánom, hogy ezt ne hagyjuk abba, ma nem fogjuk abba hagyni, hogy mindenki nem fog nyelveket imádkozni. Mert az erőre van szüksége, drága testvérem, mert enélkül az erő nélkül gyenge az Isten népe. Enélkül, ahogy mondta testvérünk, képesek vagyunk megsértődni. Gyengék maradunk, gyávák vagyunk. Péter, nézzetek csak Péterre, akire azt mondta Jézus, te vagy a kőszikla. Igen. Amen.
Mit csinált Péter Szent Szellem nélkül? Megtagadta Jézus Krisztus. Én is ismered ezt az embert. De amikor betöltötte a Szent Szellem, akkor mi történt? Kiállt. És képes volt azoknak, akik azelőtt félt, oda mondani, hogy ti vagytok azok, akik megöltétek a názáreti Jézust. De Isten feltámasztotta őt. Az Úr Jézus Krisztus a szívembe felhozta a Illés történetét. Illés idejében tudjuk, ismertek az igét, tanítottunk már erről, beszéltünk erről, hogy Illés, amikor összehívta a Baál profétáit, és elkezdtek ott imádkozni a Baál profétái, hogy jöjjön tűz arra a helyre, hogy az áldozatot felemészze, nem történik semmi. Kiabáltak. És Illés még jó humorral mondta is neki. Lehet, hogy kicsit hangosabban kiabált. Gondolok bele, csak 400 ember, amikor elkezd kiabálni. És azt mondja az ige, hogy vagdolták magukat, hogy eredményesebb legyen az imájuk. És nem történik semmi. És Illés egyetlen imájára tűz jött le. Testvérek, szeretnélek arra rámutatni most nektek, hogy még ez is Illésnek kevés volt. Illésnek ez kevés volt, és figyeljétek, nagyon-nagyon drága az ige. Olyan drága, hogy kimutassa Isten igéje, hogy Illésnek a tanítványa, Elizeusnak már nem volt elég az, ami Illésnek. Amen. Mert figyeljétek, Illés képes volt tüzet hozni a mennyből. Tehát ott volt Szent Szellem, igaz? Volt isteni erő. Mikor valaki úgy imádkozik, hogy tűz jön le a mennyből, látványosan, látszik, hogy megemészte az áldozatot, tehát ott van erő. Igaz? De amikor jött Jézabel, figyeljetek, jött Jézabel, ez az Illés elmenekült a fenyőfa alatt. Elbújt. És tudjátok, hogy mit imádkozom? Bárcsak meghalni. Képesek vagyunk erre. És ezért kell, azt mondta Elizeus, nekem a dupla mérték. Amen. Halleluja, nekem a dupla mérték. Halleluja. Testvére, dupla kenetre van szüksége a keresztény embereknek. Dupla kenet. Ha megfigyeljük az apostolok, amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor kettős tüzes nyelvek jöttek. Amen. Dupla kenet. Amen. Így van, amen. Nincs rend az életed? Dupla kenet. Amen. Gyenge vagy? Sértődékeny vagy? Dupla kenet. Nincs más a szükség, testvérek, ma kérjük, Uram, ezt a dupla mértékű kenetet, a kettős tüzes nyelvek, hadd jöjjenek ma az életünkbe. Amen. Töltse be az életünkbe. Halleluja. És ne úgy kérjétek, hogy légy szíves, Uram, hanem te ragaszkodj hozzá. Amen. Mint aki biztos benne, hogy meg akarja kapni. Tudod, hogy mit akarsz? Tudom és ismerlek benneteket, ha valamit igazán akartok, eljöjjétek. Amen. Azért tudunk harcolni, amit igazán akarunk. És mi ezt akarjuk máma, hogy a Szent Szellem dupla kenet, ma jöjjön, és tétsen az életet. Amen. Halleluja. Úgy fogjuk tenni, hogy az asztalak, hogy meg a bíró. Ha nem hallasz, hogy így állni kellene neki. Amen. Emlékeztek a Bibliában, van egy olyan történet, hogy felkér az asszonyát, megy a szomszédba, szomszéd kell kenyér. Jött vendégem is, ki kell szolgálni. Igen. Az ember nem akar felkelni, mert hogy ő már lefeküdt, és ő már nem fog felkelni. Gyerekeire. De hát én innen addig el nem megyek. Mit mondok az az ember? Most hagyjak egy hagyjak még. Felkelek is, mert ez nem fog elhagyni, hogy kéne tartani. Hát most mi nem hagyjuk nélkül az Urat már, amen? Ez fogod tölteni a Szent Szellemét az életünkre, amen? Dicsőség az Istennek. Isten, ahogy mondta testvérünk, már kibocsátotta ezt. Itt van. Neked csak hittel el kell fogadni. Tudod, mit jelent az, amikor nyelveken imádkozol? Megajándékozott én. Te elhiszed azt, hogy Isten tud rajtad keresztül beszélni. Amen. 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 Amikor én elengedem a számot, és már nem magyarul imádkozok, vagy nem azt a nyelvet imádkozom, amit értek, az azt jelenti, hogy elmented engedni, hogy Isten használja te nyelvedet. Elengedted. Már nem én beszélek, hanem Isten. Amen. Egyszerűen lehet, hogy te azt butaságnak érted, vagy azt mondod, hogy mit beszélek én, vagy el sem mered engedni, hát inkább én értelmesen imádkozok,
Nem tud Istenben. Ez a hit. Itt jelenik meg a hit, hogy azt mondod, hogy Uram, most nem én imádkozok, hanem elengedem és azt mondom, amit te akarsz mondani. Lehet, hogy először úgy fog tűnni, hogy nem is érthető, de Isten ezt ki fogja tisztítani. Legyél bátor ebben. Mondd ki azt, amit nem ismersz. Egyszerűen imádkozni fogsz, és az Úr be fog tölteni téged. Amen. Amen. De mindenek előtt megvalljuk a mi bűneink. Amen. És ő is igaz, azt mondja Isten, hogy ő megadja az ügyeinek. Meg akarja adni. Isten be akar tölteni. És adja az Úr most tiszta edénybe. Tiszta edénybe. Vegyünk erőt. Igazi rámból veszte. Higgyétek el, semmi nem állítható. Semmi. A keresztényeknek szükség van erőre. Amen. Azt mondja Jézus, el ne menjetek Jeruzsálemből, amíg nem vesztek erőt. Amen. Erő. Erő. Az erő nem akkor kell, amikor fel kell emelnem nekem 100 kilót. Nem arra kell. Erre elmennek az emberek a bodybuilding terembe, és azt felszednek egy pár kicsit bicepszet, és felemelik. Igen. Az erő akkor kell, amikor megsértenek téged. Amikor átkoznak téged. Amen. Amikor nem úgy történik valami, ahogy te szeretnél. Akkor kell ez az erő. És te felemeled a kezedet, és azt mondod, hogy Uram, töltsd be őket Szent Szellemmel. Amen. Bocsáss meg neki a bűneit. Ó, de jó az igen, amikor azt mondja, fél a proféta, mi lesz velünk? Jó. Mi lesz, hogy lesz? És azt mondja a proféta Isten. Uram, nyisd meg az ő szemeit. Hadd láss, hogy többen vagyunk. Többen vannak, akik velünk vannak, mint akik elmondunk vele. Ó, de jó testvérek, ehhez erőre van szükség. És ma azért vagyunk itt, hogy ezt az erőt Isten ki fogja tölteni. Jönnek a katonák, küldi a király. Isten embere, gyere le! És Isten ember ezt mondja, majd egyszer tűz jön le. Tűzemésze meg őket. Tüzet hívott le az égből. És megjelenik a tűz. Testvére, ez mindenkinek adatok. Isten elküldte ezt a tűzet. Az Isten népe kell, hogy megtegyen tűzet. Tudod miért? Mert akkor a tűzről fogsz beszélni. Ez fog betölteni téged. És mindenütt nem tudsz másról beszélni, nem fogsz hülyeségről beszélni, hanem csak arról, hogy Isten elküldte a Szent Szellem erejét, és az én bennem. Halleluja. És adatot neked is. Halleluja. Amen. Ma az Isten népe hiába valóságot beszél. Miért? Mert nincs Szent Szellem. Nincs kelet. Nincs dupla kelet. Ezért behívjuk az életünkbe, hogy lássa meg a világ, hogy van Istennek emberei, gyermekei. Amen. Amen.